A György István Katolikus Általános Iskolában Erős Edit tanítónővel az általa elindított olvasási kihívásról beszélgettünk. A negyedik A osztályban a két hónapos olvasási kihíváshoz a Csokonai Könyvtárból kaptak segítséget, 20 könyvet. 7 könyvet ajánlottam a gyerekeknek, 20 könyvet kölcsönöztem ki a Városi Könyvtárból. Ezek a könyvek forogtak a gyerekek kezébe 2 hónapon keresztül, és 80 olvasott kötetet regisztráltunk az osztályban. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogtak hozzá az olvasáshoz. A kihíváshoz Bosnyák Viktória 7 könyvét ajánlotta a tanítónő, amelyek kézről kézre jártak, így a 2 hónap alatt 80 olvasást regisztrált a versenyzők között. A gyerekek nagyon szeretnek olvasni. Nem ismerték még az írónő könyveit, illetve egy kislány már olvasta a nyáron. Bosnyák Viktória kötetei nagyon élvezetesek, humoros, kerek, mesetörténeteken keresztül mesél a nyelvtanról, és mire egy-egy gyerek végigolvas egy könyvet, nem csak egy szuper olvasmányélménnyel lesz gazdagabb, hanem a nyelvtan világában is sokkal jobban eligazodik. Imádták a gyerekek, kézről kézre járt. Nagyon gyorsan kellett olvasni, mert a várólista hatalmas volt, úgyhogy igazi nagy siker volt ez az osztályban. Sokakat magával ragadott az írónő könnyes stílusa. A nagy érdeklődésre és olvasási vágyra tekintettel elindította a Janikowski Éva Februárt is. Ő szintén könnyed, izgalmas élményt ígér a gyerekeknek. A kihívás elérte a célját. A negyedikes gyerekek nagyon lelkesen olvasnak, így lehet, hogy a jövő tanévben évfolyamonként is lesz ilyen verseny. Nagyon sok könyvet olvasnak a tanítványaim, én egy hatalmas könyvfaló vagyok, nekik mindig ajánlok könyveket, olvasom is az újkori gyermekirodalmat, nagyon sok értékes könyv van papírformában kinyomtatva. Mindent meg szoktunk beszélni. Nagyon jó a könyv szaga, nagyon jó egy könyvet a kézbe venni és a polcra tenni, hogy ezt már olvastam. Próbálkoztunk már e-book formátummal is, de az egy teljesen más könyvélményt ad. Akik olvastak. Kovács Vilmos nagyon szeret olvasni, inkább a vidám történeteket keresi, de a tanulsággal végződőeket is. A kihívásban az Ezt nevezem volt a kedvence. Én nagyon szeretek, otthon is nagyon sokat olvasok. Most belekezdtem a Ruminibe. Nagyon, nagyon érdekes és humoros mesék vannak. A Bosnyák Viktóriától is, és otthon is nagyon humorosokat olvasok. Egyébként egy vidám gyerek, vagy azért válaszod a humorosabbakat? Hát igen, jobban szeretem, nem szeretem nagyon ezeket a szomorú történeteket. Mit olvastál az írótól? Hát sok mindent olvastam, de a kedvencem ezt nevezem volt. Nagyon humoros sorok voltak benne, és a végén volt egy nagyon érdekes, és nagyon jól lehet belőle tanulni egy nyelvtani ilyen összefoglaló. Tehát akkor tulajdonképpen még egy kicsit a tudásodat is bővítetted? Igen. A többi könyvben is volt ilyen, és ugye, hogy megjelent ez az új könyv, hogy ilyen februáriba, ezeket is nagyon szeretem. Ezek sokkal rövidebbek, szóval hamarabb ki lehet olvasni. De a nagyobbakat is 2 nap alatt, hogyha van rá időm, akkor kibírom olvasni. Rácz Antónia kedvence a Két bolond Század csinál volt, ami nagyon elragadta, bár a többi is tetszett neki. Az olvasástól a szókincse gazdagodott. Az én kedvenc Bosnyák Viktória közül a Két bolond Század csinált volt a kedvencem, mert nagyon humoros és engem nagyon elragadtatott. És azért választottad, mert a címe alapján választottad, vagy mindet elolvastad? Mindet elolvastam, de ezt az első könyv volt, amit kiolvastam, és igen, a címe alapján választottam. És azt kaptad, amit vártál? Igen, kifejezetten. Azóta olvastál már mást is? Igen, most a februárban kapott könyvek közül szoktam olvasni. Egyébként korábban is olvastál, vagy most tanítónénivel kezdtétek el ezt a olvasási nagy akciótokat? Már korábban is olvastam könyveket, otthon sok könyvem van, és azokat szoktam olvasni.
És papíralapú olvasó vagy, vagy azért a neten is olvasol e-bookokat? Papírolvasó vagyok. És miért ragaszkodsz ehhez? Hát azért, mert én nagyon-nagyon szeretek olvasni, és gazdagabb lesz a szókincsem az olvasástól. És jó kézbe fogni egy könyvet? Igen, szerintem igen. És mondjuk milyen könyveket szeretsz, amiben sok rajz van, kevés szöveg, vagy mindegy? Nekem mindegy, de kifejezetten azokat szeretem, amelyik vastagabb. Van kedvenced? Van. Otthon van egy könyvem, a Sivatag hercegnője Theas Tiltontól. Szopkó Évának a nagy szinoníma hadjárat volt a kedvence, sokat tanult is a könyvből. Szeret olvasni, jöhetnek a lányregények és a romantikus könyvek is. Nekem a nagy szinoníma hadjárat tetszett a legjobban, mert abból mindegyikből lehetett nyelvtani szabályokat tanulni, de ebben még több volt. Mondjuk mi volt az a nyelvtani szabály, amit ebből tanultál meg, vagy megerősített abban, hogy jól tudod? Sok szinoníma volt benne, és hát igen. És mondjuk volt olyan szó, aminek nem ismerted előtte a szinonimáját? Igen, volt olyan. Mi volt ez például? Hát volt sok, most nem emlékszek mindre. De akkor sok új információt is kaptál. Igen, sokat. Egyébként szeretsz olvasni? Én nagyon szeretek. És miket olvasol? Hát, mikor mit találok otthon. Sál Krisztina szeret olvasni. Kedvence a 7 könyvéből a Gyöngyi gyöngysora volt, mert humoros volt és el tudta képzelni a leírtak alapján a történteket. A vicces jó kedvű könyveket szereti, mert ő is ilyen. Azért, mert nagyon szeretek olvasni, otthon is olvasok sokat, és... Mi volt a kedvenced? A Bosnyák Viktóriában a Gyöngyi gyöngysora volt a kedvencem. Azért, mert humoros volt, vicces, és el lehetett képzelni azt az esemény, történetet, amit leírt az Viktória néni. És... És akkor itt a fantáziádat egy kicsit használhattad? Igen. És egyébként az ilyen jellegű könyveket szereted? Igen, a vicces, humoros, jókedvű könyveket szeretem, mert én is ilyen vagyok, vicces, humoros. De akkor a Janikovszki az közelebb áll hozzád? Igen, közelebb áll hozzám. És mondjuk egy történelmi regény? Nem annyira. Csajos könyvek? Az se. Tehát akkor inkább a milyen viccesebb? Igen, azok állnak közelebb. És papíralapon szeretsz olvasni, vagy neten? Papíralapon. És mennyi idő alatt olvasol ki egy könyvet? Tehát most olvasol, van egy órád, és másnap is, vagy hogyha elkezded, akkor fontosnak tartod, hogy kövesd, és minél hamarabb a kezedbe vedd újból. Hát olyan 2 nap. Tehát van olyan könyv mondjuk, amit Tanintonini föl diktált nektek, amit nem bírtál letenni, és addig, amíg nem olvastad ki, nem tetted le? Igen, volt olyan. Ez melyik volt? Ha én felnőtt volnék. Dugár Henriettának a Janikovszki Éva könyvek tetszenek a legjobban, mert humorosabbak. A kihívásban, amikor kivirágzott, a fánk-fánkot olvasta legszívesebben. A történteket sokszor tovább is gondolta. Igazából nekem a Janikovszki Évák jobban tetszenek, mert szerintem kicsit humorosabbak, és igen. És az első kihívásban mit olvastál? Én a fánk-fánkot olvastam, és szerintem még a... nem tudom, már nem emlékszem. De fontos számodra az olvasás? Hát nekem igen, én nagyon szeretek olvasni. És miket olvasol otthon? Hát én egyszer olvastam igazából a kiskutya, aki rénszarvas akar lenni, meg volt egy könyv, amit hogy fél óra alatt simán kiolvastam. Mondjuk a magyar az mennyire áll hozzád közel, vagy az olvasás tantárgyként? Én nagyon szeretem az olvasás tantárgy, az az egyik kedvenc órám, vagy ha ilyen. Akkor ötös vagy belőle? Igen. És a helyesírással hogy állsz? Hát az is jól megy igazából. Orgován Alexandrának a Janikovszki Éva könyvei a kedvencei, mert humorosak és sok érdekes történet van bennük. A kihívás nem a versenyt jelentette számára, hanem hogy olvasson. Nekem a Janikovszki Éva. És miért? Olyan humoros, meg sok élmény van benne.
És mondjuk korábban is olvastál, vagy most csak a tanítónéni felhívására? Most kezdtem el ezeket olvasgatni, mert én ideig a Te azt írtam könyvét olvasgattam. És ez a kihívás mit jelentett számodra, hogy minél többet el akartál olvasni, és megelőzni a többieket? Tehát mennyire volt ez egy verseny? Nekem ez olyan volt, mintha nem egy verseny lenne, hanem csak úgy, hogy olvasok csak simán. És mi a kedvenced még a tantárgyak közül? Megmondom, akkor azért a olvasást azt szereted. Igen, nagyon szeretem. Meg szeretem mondjuk a nyelvtant is. És mennyire tudod a szabályokat? Tehát azt azért meg kell tanulni. Igen, arra azért le kell venni, hogy megtanuljam. Az olvasásra szánt időd az mennyi? Én mikor a napköziben ültem, és volt egy kis időm, mondjuk fél órám, akkor elkezdtem egy könyvnek, akkor úgy kb. Az 50. oldalig el tudtam olvasni. És hogyha nagyobb leszel, milyen könyveket szeretnél olvasni? Szerintem majd neki fogok követni a regényeknek, az ilyeneknek.